Természetesen a pontnak örülök. Hát a játékképe alapján és a helyzetek alapján úgy gondolom, tehát az ellenfél azért játékereje elég erős volt, tehát ha jól emlékszem, egy átlövésből volt kapufájuk, illetve beadások, lepattanók, de a tiszta, kimondott helyzeteink nekünk voltak. Úgy gondolom, egy szabályos góltól is megfosztott, nyilván nem azon múlott, de nem kaptuk meg az egyenlő feltételeket, ebben biztos vagyok. A második fél elején 4 óráig 20 percig leült a játékunk, tehát az is igaz, úgy próbáltunk cserével, de sajnos nem sikerült lendíteni, de érdekes módon ugye akkor már úgy felvettük az ellenfélnek a ritmusát a második fél időben, és meggyőződésem, hogy szabályos góltól fosztottak meg minket. Arra törekedtünk, hogy ne legyen területe a hazai csapatnak, és ebből azért nekünk elég mozgékony, gyors játékosaink vannak. Én úgy gondolom, hogy ennél kell, hogy jobban is játszunk, mert a Szabó Gergő az első fél időben jobb oldalon egészen kiválóan játszott, a második fél időben kevesebbet is volt játékban. A Vasicskó sokat dolgozott, de nem találta a helyét. A Szabó Roland is ennél fog tudni jobban játszani, és a középpályásaink nem csak a munka része, hanem majd a játék is megjön, akkor úgy gondolom, hogy lehetünk erősek is. Folyamatosan cserélődtünk, de hát az átigazolási időszak, ha jól emlékszem, február 21-en lett vége, és még aznap is igazoltunk 2, tehát gyakorlatilag, ha azt veszem, egy 3 hetünk volt, amikor kialakult a keretünk, hát az kevés. De azért vannak játékosok, akik most kevesebbet játszottak, vagy nem kerültek pályára, vagy sérültek, tehát ha egészséges verseny lesz, úgy gondolom, akkor ez a csapat javát fogja szolgálni. Hát a Tura második. Természetesen nekünk hát minden meccs élethalál, és itt a padon is beszélgettünk, tehát hogy egy pont, de nekünk a győzelmek jelentenének sokat. Sorsolásuk nehéz, a Turának úgy gondolom ott is tisztességesen hozzáállunk, de bárki ellen reális esélyünk van, hogy pontra vagy pontokra. Hogy ez az igazban?